A korábban Nyíregyházán is játszó Puskás Artúr által irányított Honvéd az első negyedben meglepte a hazaiakat, 10 perc játék után 5 ponttal vezettek a fővárosiak. A második negyedben elkezdte kintről betalálni a cápák, így a nagyszünetre már 8 pontos vezetéssel ment a Siska János együttese. Fordulás után tovább nyílt az olló, a 18-3 pontos kosarat szerző Élovas 100 pont fölé jutva magabiztosan nyerte meg a találkozót. Az első negyedet nem kezdtünk olyan jól, a Honvéd kitalált egy ilyen beúzódó védekezést, ami ellen nehezen találtuk az ellenszert, de aztán kintről betaláltunk, illetve védekezést váltottunk, amiből tudtunk labdákat szerezni, és ebből konnyikosakat dobni. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Először is gratulálok a Nyíregyházának, teljesen megérdemelten nyertek. Egy különleges védekezési sémát próbáltunk meg Siska Janiék ellen. Úgy voltunk vele, hogy ha van esélyünk Nyíregyházán a listavezető ellen, akkor valami különlegességgel tudjuk esetleg egy kicsit kisiklatni ezt a nagyon szépen robogó nyírségi expresszt. Egy ideig működött is, aztán jöttek olyan extra dobások Busi Vánéktól, amire nem nagyon tudtunk reagálni, úgyhogy megmutatták, hogy miért vezetik őt a tabellát, de azt gondolom, hogy valóban volt tartásunk, végig tudtuk vinni ezt a mérkőzést, és nyilván a vereség az vereség, de azt gondolom, hogy a fiatalok a végén megmutatták, hogy azért van potenciál itt bennünk meg az akadémiában. A 21 pontot szerző nyíregyházi csapatkapitány Busi Iván is a Honvéd védekezését emelte ki. Olyan védekezést kaptunk, ami megmondom, hogy szerintem még karrierem alatt nem játszottam ilyen ellen. Megpróbálta a Honvéd azt, hogy a két legjobb kinti dobónkat, Beat és Bruno teljesen kikapcsolja, illetve Gerire tömörülnek a palánkkal. Így igazából engem is a 4-es posztos társunkat adtak fel. Az elején furcsa volt, de ahogy igazából rájöttünk, hogy mi az ellenszere, és türelmesen játszottunk, megvoltak a dobóhelyzetek, és fel tudtuk törni. Ami pedig engem illet, ezt nagyon viccesen Janiék annyival illették, hogy jobb kezemet úgyse használom sokat. Úgyhogy viccetéve fáj az ujjam, de hál' Istennek ezzel a ragasztással, amit Miki rátett, meg tudtam oldani, és igyekeztem kihasználni a lehetőségeket. A forduló további eredményei a következők: Baja Nagykőrös 75-65, MTK Elite Basket Budafok 76-86, Salgótarján Measz Miskolc 80-47, TF Budapest BKG Prímaese 101-71, Vasas Akadémia Veszprém 91-90 és MAFC PVSK 103-91. A tabella élén a Nyíregyházál 14 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 13-4-es mutatóval rendelkező MAFCot. A két cápák pénteken Miskolcon lépnek pályára.